Biztos máshol is elő szokott fordulni, nem csak velem, hogy vannak olyan időszakok, általában szerencsére talán rövidebb időszakok, amikor semmi se akar sikerülni. Most a múlt hét az nekem pontosan egy ilyen időszakom volt. Hogy hiába csináltam volna a dolgomat, önmagában a dolog nem akart megcsinálódni. Tehát bármit csináltam, nem akart összejönni. Basszus, belekezdtem két videóba is, és egyszerűen nem akarnak elkészülni. Viszont azért én meg nem hagyom, hogy kifogjon rajtam egy akármilyen videó. Most ezekből a sikertelen próbálkozásokból azért is összehozom ezt, úgyhogy most nektek ezt kell végig szenvednetek. Én most visszafekszem az ágyba, és tavaszig nem fogok fölkelni. Az, hogy mintát fessünk a falra, vagy képet, bármilyen képet, semmi különösebb nehézséget nem jelent. Kellenek olyan dolgok, mint például hát nyilván egy laptop, ami egy HDMI kábellel össze van kötve, egy projektorral. Hogy az ember honnan szerez projektort, egyszerűen csak bemegy a munkahelyére, aztán kér attól az embertől, aki a projektorokkal meg a hangosítással foglalkozik a színházba. Gondolom mindenkinek a munkahelyén van egy ilyen ember, természetesen annak az embernek van egy felesleges projektorja, amit kölcsön tud adni. Innentől kezdve nem hiszem, hogy nagyon kéne magyaráznom, ugye majd a laptopnak a képét HDMI kábellel átvezetem a projektorba, a projektornak a képét szépen felvetítem a falra. Fogok egy végtelen ügyes kis ceruzát, ezzel fel fogom rajzolni, aztán utána egyszerűen csak el kell menni egy festékboltba, vagy egy Tesco-ba megvenni a megfelelő színű festékeket, felrajzolt mintát egyszerűen csak ki kell festeni. Hip-hop. A legolcsóbb megoldás, főleg akkor, hogyha sikerül a projektorhoz hozzájutni, illetve szükség lesz még a jól bevált SJ 4000-es kamerára, aminek a segítségével forduljak a fény felé, aminek a segítségével kitűnő timelapse videókat lehet csinálni erről az egész műveletről, hogy ne nyüstöljem még a Canont. Annál is inkább, mert azt se tudom, hogy kell. Azt se tudom, hogy kell vele még egyelőre timelapse-et csinálni. De most szerintem ezt le fogom tenni, ezt a hatalmas nagy ágyút, és nekiállok a műveletnek. Na, az a lényeg, ugye, hogy van az esély, és az esélynek hátul van-e a kijelzője, és a kijelzőjénél például be lehet azt állítani, hogy képernyővédő legyen, azaz leoltódjon 3 perc múlva, nekem 3 percre van beállítva. Na most szépen beállítottam szerencsétlen esélyt, hogy erről az egész folyamatról, erről a felrajzolásról csináljak egy timelapse-et, mert azért nem 3 perc volt, hanem több mint fél órán keresztül rajzolgattam. És már csak annyi hiányzott az egészhez, hogy megnyomjam a gombot, elindítsam a felvételt. Azt azért nem vettem észre, hogy bekapcsolt 3 perc után a képernyővédő. Na most olyankor, hogyha én megnyomom a gombot, akkor bekapcsolódik a képernyő, de a felvétel az eszeágában nincsen elindulni. Én meg azt hittem, hogy ha megnyomom a gombot, akkor megy a felvétel, nekiálltam a falat szépen irkafirkálni, de az SI ezt nem vette föl. Na most ezek meg egy pont olyan pillanatok, mondjuk egy videózás alatt, vagy egy videós életében, hogyha valaki elront egy jelenetet, vagy állandóan belebakizik, mint ahogy én ennek a felvételnek a legelején, mert ez már körülbelül a 8. kameraindítás, csak úgy elmondom, meg vagyok átkozva. Na szóval, hogyha valaki elront egy felvételt, vagy túl sok bakit ejt, akkor mi a fenét tud csinálni? Szépen fogja magát, azt az egész jelenetet, meg az egész beállítást, vagy az egész mondókát felveszi még egyszer. Szóval azért töménytelen igénytelenséget nem lehet tálalni. Legfeljebb egy kicsit több vágás lesz a videóban, mint ahogy az ember számította. Na de ez például, hogy a falra fölrajzoltam a mintát, amit majd ki akarok festeni, nem felvéve, az hogy ismétlem meg? Fogok egy radírt, aztán kiradírozom az egész műveletemet, meg az egész rajzolásomat, amit azelőtt csináltam, több mint fél órán keresztül, és akkor újra megcsinálom ezt az egészet. Szánom bánom, de nekem ez nem volt kedvem. És utána meg jöjjön a második próbálkozásom, ami egy teljesen más dolog.
beszélni akartam a hétfőről, illetve arról, hogy az emberek mennyire utálják a hétfőt, és hogy ennek mi lehet az oka, vagy hogy az emberekben van-e valami probléma. Lényeg az, hogy mind a két videó egy kicsit könnyedebb hangvételt szeretett volna képviselni, mert már kicsit elegem volt ebből a kritikus, mélyen szántó gondolatokból. Mindegy, úgy döntöttem, hogy egy picit lazábra veszem a figurát, mint ahogy régebben szoktam, és akkor ezt majd szépen felveszem nektek, aztán bemutatom szerkesztés után. A lényeg az, hogy nekiálltam ennek a második videónak. Elvittem reggel, mert hogy vasárnap kora reggel kezdtem dolgozni, elvittem reggel magammal a kamerát, beraktam a kocsiba, de akárhányszor kinyitottam a hátsó ajtót, hogy én majd belebeszélek a kamerán keresztül a kis fejetekbe, ti meg majd néztek a két szemetekkel, az autofókusz az teljesen megbolondult, szóval egyszerűen valószínűleg a megvilágítás hiányában, a normális megvilágítás hiányában egyszerűen az autofókusz, ugyanúgy mint most, egyszerűen az autofókusz nem akarta megtalálni a fejemet. Én meg ugye mondtam volna magam még több-kevesebb sikerrel, közben az autofókusz folyamatosan darált. Na nem ezzel volt a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma azzal volt, hogy hiába pakoltam össze mindent, amire szükségem lehet, semmi más nem hagytam itthon, csak a külső mikrofont. De mivel hát gondoltam a Canonnak is van mikrofonja, sztereó mikrofonja, akkor az majd kisegít engem és elkészült. De nem, a Canon mikrofonja nem segített ki, pontosabban kisegített volna, csak annyira barhára érzékeny, hogy mindent az ég egyet a világon fölvet. És természetesen a reggeli videózásomba kezdett el belekárogni az a nagyságrendileg olyan 2000-2500 darab harci veréb, amelyik mind úgy érezte, hogy ebbe a videóba, hogyha ők nem is legalább a hangukat szerepeltetni akarják. Úgyhogy megint kútba esett az egész dolog, többet meg nem tudtam vele foglalkozni, ugye ebbe pont az lett volna a lényeg, hogy kora reggel indul a videó, nyomom a munkát, majd aztán utána a délutánomat megmutatom, hogy hová mentem, mit csináltam, és közben nagyon-nagyon okos, oktató jellegű, mélyen szántó költői gondolatokat adok elő nektek. Na, ezt ne vegyétek komolyan. De hát aztán utána ez az egész egyszerűen kútba esett, de akkor már tényleg akkora volt a fejem, hogy kész. Ez nekem nem megy. Ezt most én abba fogom hagyni egy időre, aztán akármennyire várja valaki a videót, akármennyire nem, hát kérem szépen elnézést, de most ez nem jön össze egy darabig. Pihentetnem kell, aztán majd folytatom tovább, mint ahogy most folytatom is tovább. Magyar Úsi Csaba! Mások biztos úgy csinálják, hogy megveszik a kamerát, megveszik a mikrofont, és egy csomó ideig semmi másra nem foglalkoznak, csak próbálgatják, keresik a beállításokat, mert mit tudom én, és utána egyszer csak előállnak egy hihetetlen profi felvétellel. Én meg nem szeretem azt csinálni általában, amit mindenki más, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy ezeket a bénázásokat is látni fogjátok, hogy majd szépen, ahogy a létrára megyek föl, meg ahogy a lépcsőfokokat veszem, egyre jobban belejövök ebbe a videózásba. Aztán a végeredmény valószínűleg sokkal profibb lesz, mint amiket most produkálok. Ez előre láthatólag, én ezt úgy tervezem, hogy jövő október lesz talán, amire ez meg lesz, hogyha nem vagyok túlságosan éles, akkor figyelj, csináljuk azt, hogy nézzétek közelebbről az arcomat, és akkor így fogok magyarázni, akkor éles. Na körülbelül ennyi lett volna ez a videó, most megint játszok kézzel egy kicsit a fókusszal, hogy idegesítsek mindenkit. Mi legyen ennek a videónak a címe, nem is tudom, mondjuk ilyen 1.96 vagy 97. Még szám Noise Channel, a két balkezes állat. Hogy egyszerűen nem akar összejönni semmi, hogy olyan hosszabb, rövidebb videó. Mással is szokott ilyen előfordulni, mint ami hát én nem tudom, hogy más... hogy hiába csináltam volna a dolgomat, egyszerűen a dolog nem akarta hagymát. Amikor a dolgok egyszerűen semmi esetre nem hajlandóak összejönni. Hát bazd meg, ebből nem lesz semmi.